Köszöntöm a Balassa magazin nézőit! Az egészségügy az elmúlt hónapokban megfeszítetten dolgozott azon, hogy a koronavírus járvány hatásai minél kevésbé érintsék a lakosságot. A Balassa János kórházat járványkórházzá minősítette a kormányzat. Hogyan élték meg az elmúlt hónapok történéseit azok, akiknek naponta szembe kellett nézni a korral, a kihívásokkal? Július 1-e minden évben a magyar egészségügy ünnepe. Ezzel a filmmel köszöntünk mindazokat, akik erejükön felül teljesítettek a vírusjárvány idején. Március 11-én az Egészségügyi Világszervezet világjárványnak minősítette a COVID-19 koronavírus fertőzést. Ekkora már Európa több országában ijesztő, sőt tragikus egészségügyi helyzet alakult ki. A Magyarországon is kibontakozóban lévő járványhelyzet megfékezésére a kormány március 11-én járványügyi vészhelyzetet hirdetett. A vészhelyzet kihirdetése nem érte meglepetésként a Tolna megyei Balassa János kórház szakembereit, akik a helyzetet már a december-januári kínai események óta figyelemmel kísérték, és fokozatosan az intézmény járványügyi készültségét fokozták. A világjárványokról a tanulmányainkból vannak ismereteink, gyakorlatot nem szereztünk még benne. Tehát tulajdonképpen egy egész új átszervezést, felállást és hozzáfordulást kívánt az egészségügyi dolgozók részéről, hogy ezt a feladatot meg tudjuk oldani. Ami a nehézséget adta, az az, hogy a kórháznak az egész működését át kellett állítani a járványkórház funkciónak megfelelően, és ennek érdekében sok olyan munkatársunknak kellett járványügyi területen helytállni, ahol ő korábban nem dolgozott, ismeretei voltak, de gyakorlata nem. A legnehezebb az volt, hogy fogjuk tudni megoldani úgy a betegellátást, hogy a járványkórház funkciónak megfeleljünk, tehát a megfelelő számú ágyat megfelelő módon ki tudjuk alakítani, be tudjuk rendezni a járványkórházat, oda megfelelő személyzetet tudjunk biztosítani, de ezen túlmenően az úgynevezett szokásos általános betegellátás is megmaradjon, és ott is a megye lakosságának az egészségi ellátását tudjuk biztosítani. Ahhoz, hogy a megyei kórház sikerrel feleljen meg a járványkórházi feladatoknak, építészeti átalakításokra is szükség volt. Az intézményben több épületben kellett zsiliprendszert építeni, hogy a dolgozók biztonságosan a védőöltözetnek megfelelő körülmények között felhúzva léphessenek a COVID betegek gyógyítására szolgáló területre. Mindez rengeteg költözéssel és helyenként építkezéssel járt, és egyebek mellett ennek tudható be, hogy a kórház összesen több mint 200 millió forintot költött a járványügyi felkészülésre. Hát így gyakorlatilag az volt a feladat, hogy szétválasztjuk az orvosi alkalmazottak, illetve a fertőzött betegeknek az útvonalát, térben és időben ne találkozhassanak egymással. Ehhez teljesen máshol kellett ugye bejussanak az épületbe a személyzet. Ebből kifolyólag ugye az öltözőt kellett kialakítani, egy zsiliprendszert kellett kialakítani, amit itt a háttérben látunk. Ennek a zsiliprendszernek meg kellett felelni tűzvédelmi, kiürítési, egyéb higiéniás feltételeknek is, és ugye ezt lehetőség szerint nagyon rövid határidővel kellett megvalósítani, tehát ebben ez volt a nehézség. Március 16-tól kezdtük ezt a változásokat. Március 16-án reggel 7-kor, amikor kinyitott a rendelőintézet, akkor ott álltunk a biztonsági őrökkel és a helyettesemmel az ajtóba, és hát nem kellett vagy nem lehetett beengedni a betegeket, az aznapra érkezőket. Tudni kell, hogy a rendelőintézetben naponta olyan 1200-1500 beteg érkezik normális esetben, és aznapra is megvolt ez a létszám, és ő közöttük kellett ott lenni és tájékoztatni őket, hogy a kialakult helyzet után mikor fognak tudni ellátást kapni. Hát azok az első napok azok borzasztóak voltak. Az a sok konfliktus, az a sok vita, az a sok nehéz megértés a hozzánk forduló betegek részéről, hát az egy küzdés volt maga. Amikor az országos random vizsgálat történt, az a 17 000 fős statisztikai hivatal által kiválasztott, mi is részt vettünk ebben a vizsgálatban, mi is egy vérvételi hely voltunk, egy szűrőpont, és a részeredmények láttán, amikor a 8200
megjelent emberről kijöttek az adatok, hogy 2 aktív fertőzöttet találtak, és talán 7 olyan átesett fertőzöttet, ami nem is tudott róla, hogy ő fertőzött volt, akkor kezdtem el én megnyugodni. Akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy jó, kell a szigorúság, kell a fegyelem, kell a fokozatos kontroll, de talán nincs akkora baj. A járványkorhat működéséhez azonban nem csak megfelelő építészeti kialakítás, hanem megfelelő számú szakember is szükséges. Az intézmény itt is csak saját erőforrásaira támaszkodott. Volt, aki önként vállalta az eredeti szakorvosi végzettségétől jelentősen eltérő gyógyító munkát, és volt, aki a kijelölés alapján látta el a járványkórházban az orvosi feladatokat. De önként vállalkoztam, mert a tettvágy és a kötelességtudat az sugallta nekem, hogy na most itt helyzet van az egészségügyben, és akkor hol is lenne rám szükség, és nyilván azon az osztályon, ahol kevés ember van, mert egyedül a főorvosnő által sarat, mert az egyik kis doktornő az éppen kiesett a munkából, és akkor ez így adta magát, hogy én ide jövök, mert itt lehet segíteni. Amikor idén márciusban felhívott a főigazgató úr engem azzal, hogy az országos járványügyi helyzet miatt 2 napon belül gyakorlatilag ki kell ürítenem a bőrgyógyászati osztályt, mint osztályvezető, mert szabad ágyakat kell biztosítani a fertőzöttek ellátására, és az orvosaimnak, nővéreimnek a fertőző osztályon kell részt venni a betegellátásban. Frusztrációt okozott 2 dologból is. Egyrészt, hogy képesek leszünk-e ezeket a betegeket ellátni, hogy leszünk-e elegen a betegellátáshoz, hogy lesz-e elegendő védőeszközünk, illetve hogy mi lesz a továbbiakban a sorsa a bőrgyógyászati osztálynak utána, ugyanis az osztály helyére az onkológia költözött. Úgyhogy egy teljesen bizonytalan szituáció volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy az nem volt kérdés, hogy részt veszünk a betegellátásba. Arra a szituációra készült mindenki, hogy az vár ránk, ami mondjuk Olaszországban volt, vagy később aztán ugye New York, és még sorolhatnánk, hogy ez a pandémia hol is tarolt. És nem ez lett belőle. Az ember persze tele volt az elején aggodalommal, izgalommal, mikor először beöltöztünk ebbe a őrruhába. Kihívás is volt szakmailag, és hála Istennek a fertőző osztály nővérgárdája és bali főorvosnő annyira profint menedzselte ezt a dolgot, hogy egy pozitív élmény maradt a betegellátás. Érdekes esetekkel is találkoztunk, akik nem feltétlenül COVID pozitívak voltak, és védőeszköz is volt elegendő, tehát egyértelműen pozitív kicsengése volt a dolognak, és számomra az is nagyon felemelő volt, hogy a kórház területéről mind a gyerekgyógyászok, mind a személyzetesek, urológusok, traumatológusok, sőt mi bőrgyógyászok is tudtunk együtt dolgozni a betegek ellátásában. Akkor ezt az egy pár gólig eszült 20 kezdetre. Pár évvel ezelőtt diplomáztam, mint népegészségügyi ellenőr, és akkor még az iskolapad mögül hallottam csak kórházunk orvosigazgató asszonyától, hogy pandémiák is léteznek, és tanultunk róla, úgyhogy nekem mindenféleképpen egy új helyzet, egy kihívás, és szakmailag nagyon nagy tapasztalat volt ez a vírushelyzet. Nagyon jól össze lehetett hangolni az iskolai tanulmányokat, tehát így a védőeszközökkel kapcsolatos irányelveket, hogy mennyire fontos az, hogy betartsuk a higiénés rendszabályokat, járványkivizsgást, tehát abszolút az iskolában tanultakat lehetett itt alkalmazni a munka során. Ebben a helyzetben kiemelt feladat hárult a fertőző betegségekkel foglalkozó infektológus szakorvosokra és a kórház higiénés szakembereire. Bali Ildikó a fertőző osztály vezetője, szakmai irányításával zajlott a védekezés. Almási István, a kórház higiénés osztályának vezetője pedig orvosigazgató helyettesi megbízást kapott, hogy munkáját kellő hatékonysággal tudja végezni. Ez egy hatalmas nagy szakmai kihívás volt, és lehet, hogy ez furcsán fog hangzani, de ez a karrierem és az életem és a szakmám csúcsa volt. Az első nehézségünk az volt, amikor szembesültünk azzal, hogy Olaszországban nagyon gyorsan apokaliptikus méretű járvány bontakozik ki, és hát a vezetésnek meg kellett oldania, hogy a fölkészülés rohamléptekben haladjon, és egyáltalán nem látszott akkor biztosnak, hogy az előnyünk, amit kaptunk, elég lesz a fölkészülésre. Következő, ami
járványügyi szempontból is meglepett. Tudjuk azt, ugye, hogy minden járványnak vannak lelki terhei, a ellátó személyzet és a betegek számára is komoly pszichés terhet jelentenek a járványügyi intézkedések. Ezzel együtt, amikor ezekkel szembesültünk a mindennapi gyakorlatban, akkor hát be kellett látnunk, hogy a védekezésben a kisebb és egyszerűbb dolog a szakmai kihívásokkal, tehát konkrétan a szabályok megalkotásával és betartásával megküzdeni, sokkal nehezebb a járvány miatt rossz pszichés állapotba került munkatársaknak a lelki állapotát helyrehozni, és adott esetben a szintén aggódó, néha mondhatom úgy, hogy pánikjeleket mutató lakosságnak a reakcióit is kezelni. Köszönettel tartozom a kórház vezetőinek, a főigazgatónak, a helyettesének, orvosigazgatónak, gazdasági igazgatónak, ápolási igazgatónak, és nem utolsó sorban az összes itt a frontvonalban dolgozó, önként jelentkező, és nem önként, de itt dolgozó orvosnak, nővérnek. Nagyon nagy feladat volt számukra is, de én úgy gondolom, hogy amellett, hogy itt rengeteget dolgoztak és rengeteget segítettek, számukra is ez egy jó befektetés volt, és sokat profitáltak belőle. Megismertek egy egészen számukra új szakterületet, és részesei lehettek ő is ennek a munkának, amit én úgy gondolom, hogy sikerrel elvégeztünk itt az országban is, és Tolna megyében meg főként. Március eleje borzasztó nehéz volt, de március végén már látszódott, hogy a kormányzati szociális távolságtartási karantén intézkedések eredményre vezettek, és a járvány Magyarországon már valószínűleg nem lesz olyan súlyos lefolyású, mint amit láttunk mondjuk Olaszországban, Spanyolországban, egyéb helyeken. Ez egy mondjuk úgy egy megnyugtató érzés volt, és a másik az, amikor már májusban azt is láttuk, hogy nem érjük el az olasz szintet, hanem európai összehasonlításban is nagyon kedvezően jövünk ki a legalábbis az első hullámból. A lakosság részéről nagy támogatottságot kapott a kórház a járványügyi intézkedések megfelelő végrehajtásához. Mindezt annak ellenére, hogy számos a betegeknek és hozzátartozóknak is kényelmetlen intézkedést kellett végrehajtani. Ilyen volt például a rendkívül szigorú látogatási tilalom, vagy az egykapus kötelező szűrővizsgálattal járó beléptetési rendszer bevezetése. A szolgálatunk az feszítettebb volt, mint idáig, tehát jóval többet álltunk a sorompóknál, mint idáig szoktunk. A betegek vagy ideérkező hozzátartozóknak a nagy része az megértette a szabályok megváltozását, viszont voltak olyanok, akik nem értették meg pontosan ezeket a szabályokat, hogy nem tudnak bejönni a hozzátartozóikkal a kórházba. Ez tőlünk nagyobb toleranciát követelt, viszont úgy gondolom mindegyik kollégám ezt maximálisan végre tudta hajtani. Még amikor nem szóltak, hogy be kell öltözni, ugye otthon volt mind, aki tehette, hiszen a kórház biztosított készenléti helyzetet, akkor ugye gondolom mindenki megijedt, hogy ugye mi ez az egész, mindenki féltette a családját. Utána pedig az, mikor itt voltunk, és egyszerűen 200 ember itt a sorba állt, és hogy úristen, hogy mikor végzünk ezzel, és a tűző napon kint nálunk napi szinten. Ugye erre nincsen felkészülve az ember, tehát elméletben mindenkit úgy tanítanak, hogy ilyen helyzet is kialakulhat, de ismeretlen volt számomra is ez a kihívás is volt, és viszont nehéz is volt, tehát nehéz volt megélni ezt az új helyzetet. Sokaknak elveszett hamar a türelme, mind a mai napig van ebből probléma,
ugye próbálnak a feljebb valókhoz fordulni, de ugye mi ránk van bízva, hogy kit engedünk be minden percbe. Ebből kifolyólag bőven van konfliktus, főleg kint a sorompónál, amit ugye a biztonsági őrökkel együtt próbálunk megoldani, de igyekszünk árni a sorat. Ami ezekben a hónapokban a kórházban történt, az minden itt dolgozó, orvos, szakdolgozó, egészségügyi munka hátterét folyamatosan biztosító számtalan egyéb szakember munkatárs összefogásának eredménye. A nehézséget az okozta, hogy mivel a veszélyhelyzetre tekintettel a kórházba illetéktelenek nem léphettek be, tehát nem csak látogatási tilalom volt, hanem ugye teljes zárlat, úgymond, tehát nem léphetett be senki, ezért az adományok fogadását és szétosztását azt nekünk kellett megszervezni, és természetesen oly módon tettük ezt meg, hogy a szükséges higién és feltételek és körülményeket biztosítottuk. Hát elég sokrétű feladatot láttunk el, mind a védőeszközöknek a napi szintű nyilvántartásától kezdve, az összecsomagolásig, az adatszolgáltatások elkészítéséig. Szerintem és a kollégáim szerint is ez egy nagyon jó csapatépítő is volt számunkra, hogy tényleg segíthettünk a kórház többi dolgozói számára is, és mint új embereket is ismerhettünk meg ezáltal, illetve jobban beleláttunk így a kórháznak az életébe. Ennek is köszönhető, hogy folyamatosan biztosítani tudta a kórház a nem koronavírus fertőzés miatt érkező akut betegek ellátását. Mindenki segített mindenkinek. Nagyon pozitívan is álltak hozzánk az osztályok, hogy ha tényleg nem igazolódott ez a koronavírus fertőzés, akkor átvették a betegeket hamar. Igazából végére, pont mikor már lecsengett, addigra jöttünk bele az egész dologba. Nem tudtuk a beérkező betegekről, hogy most ő gyanús, vagy hogy. Tehát mindenkit úgy kezeltünk, hogy fertőzött, és ez nagyon jól összekovácsolta ott az egész társaságot. Tehát nem csak magunkra kellett figyelni, hanem figyelni kellett ugye a társainkra, és ugyanígy a társaink is figyeltek ránk. A megfelelő betegellátást tudjuk végezni, saját védelmünkre is megfelelően odafigyeljünk. Kézzelfogható volt egy nagyon komoly támogatási szándék, másrészt a kórháziak számára jó esően érzékelhető volt az erkölcsi elismerés is. Ez a koronavírus járvány jelentette, világjárvány jelentette feladat. Ez olyan kihívás elé állított az egészségügyet és így a mi kórházunkat is, amire az elmúlt évtizedekben nem volt példa. Ennek kapcsán nagyon sokféle érzés megfogalmazódik és megjelenik az emberben. Az ismeretlentől való félelemtől kezdve a drukkon, a szorongáson, a stresszen keresztül, a feladatnak való megfelelés érdekében sok minden, de talán ami úgy minden érzést és az elmúlt hónapoknak a minden napjait ilyen átívelő érzés volt ezzel kapcsolatban, az összefogásnak a megtapasztalása. Az összefogást azt részben kórházon belül is érzékeltem és tapintani lehetett. Ugye egy teljesen új helyzetnek kellett megfelelni, gyakorlatilag az egész kórház meg lett mozgatva és át lett szervezve. Mindenkinek megváltozott a feladata, az élete, mindennapja, de én azt gondolom, hogy a munkatársak részéről a segítőkészség és az együttműködési készség, a tenni akarás és a egy hajóban ülünknek a érzése, vagy egy hajóban evezünknek az érzése, és a közöshöz való hozzájárulás, a közös probléma megoldáshoz való hozzájárulás, ez mindennapos volt. Az együttműködés és a támogatottság érzése nem csak kórházon belül volt megtapasztalható, hanem a kórház környezetében a lakosság, betegeink, hozzátartozóink részéről is. Ők is nyilván egy teljesen új helyzettel szembesültek a maguk életében is, és abban is, amikor a kórházba jelentkeztek, vagy a kórházban megjelentek. Abszolút éreztük azt a fajta bizalmat és hitet a lakosság részéről, hogy ebben a helyzetben, ennek a helyzet megoldásának a kulcsszereplője és a
megoldásnak a hordozója az egészségügy lehet. Ezt a feladatot és ezt a felelősséget abszolút éreztük a mindennapokban. Ha visszaemlékszünk az elmúlt hónapoknak a társadalmi, lakossági megnyilvánulásaira, gondolok itt az este 8 órás tapsoljunk meg az egészségügyieket, óriás plakátot helyezünk a város szélére, a közösségi oldalakon való megnyilvánulásokig. Én azt gondolom, hogy számos olyan közlésnek lehettünk, vagy megnyilvánulásnak lehettünk tanulni, amik mind azt mutatták, hogy a bizalom és a hit, hogy az egészségügy a helyén van, és a betegellátást, az egészségügy a tőle megszokott módon, magas színvonalon biztosítani fogja tudni. Ez az érzés talán erőteljesebbé vált, erőteljesebbé és tapinthatóbbá vált a mindennapokban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!